van baj, lehet probléma? Már megint nem folyik nekem ez a rohadt melegvizes zuhany. Azt mondtad, hogy szólsz a méltóságos igazgató úrnak, hogy csinálják meg. Szóltam! És? Azt mondta, hogy majd a jövő héten kijönnek. És addig mi lesz az én vendégeimmel melegvíz nélkül, mi? Ha nagyon akarod, akkor majd én megölelem őket. Én elég meleg vagyok. Segíts már, Bill! Mit kapok érte? Például nem rugom szét a seggedet. Hát remélem is. Arra még nekem szükségem van. Ma este jön az a focista, tudod? Ő is meleg? Nem, nem. Ő forró. Szép rohadt nekem az egész fürdő, ez meg itt focizni akar. Azzal fogtam az ingét, és szépen egyenként letérdestem róla a gombokat. Eins, zwei, drei! Parancsolj, mondtam, most szépen visszavarod, és akkor nem fogsz unatkozni. Jó. De ez csak néz rám így. Aztán azt kérdezi tőlem, hogy te szereted a havat? Hát nem imádom. Ezzel oda megy a konyhaszekrényhez, kivesz egy nagy zacskó lisztet, és kiszórja a kőre. Csupa liszt lett nekem az egész konyha. Én csak röhögtem, de ez. Hát ez nem röhögött, csak ült és nézett, amíg összetakarítottam. Jaj, Violet! Mit akar ez az élettől? De komolyan, hát nem vagyunk már gyerekek. Csak a kabátomat veszem le. Igen? Nekem így is jó. Ismertem egyszer egy nőt, volt vagy 66 bundája, meg 200 méregdrága ruhája, de a gőzbe az is pucéron ment be. Gyere, csatlan, gyere! Akkor sem akarok ugrókra telezni, akármit is mond Börlész. Dan, ma nagyon nagyot kell izzadnod. Megint felszedtél másfél kilót a múlt hét óta. Hanuka, az csak a hajamban a zselé. Ne felejtsd nekem, be a gőzbe egy-kettő, különben nem lesz naturborda tejára. De azért engem így is szeret, tudja, Hanuka. Nem vagyok valami jól mostanában. Az orvos meg mindenféle tablettát ír, de nem használ. Hát nem ismeri a szervezetet. Arra nem ér rá. A kicsit sárga vagy, anuka. De a gőzbe egy-kettő. Mi kell izzadja magából azt a sok savat. Meg itt hallja a rendőröket. Úgy képzeli, hogy a szomszéd kertjében bujkálnak, és őt lesik. Amikor a rendőrség levizsgált a dolgot. Azt mondja nekem az egyik. Félhez kéne mennie maga lányának és gyerekeket szülni. Na, megmondtam neki. Jellemző magára, hogy gyereket mond. Mert maguk mind azt hiszik, hogy mi nők csak arra vagyunk jók, hogy a férfi a kedvüket lejjék. Hát. Hallod a te viharos múltad? Annyira rámfér már ez a gőz. Van valami demoralizáló abban, hogy az ember felnőtt fejjel diát még, és hogy 38 évesen is az ösztöndiából él. Na tessék, drága, itt a meleg vizet, itt bemagadtam a tőzbe, barátnődnek majd megmossa a hajadat. Köszönöm, Jézusom, de borzasztóan nézett ki. Jaj, meg kellett volna írnom egy szemináriumi dolgozatot, de az ég világon semmi kedvem sem volt hozzá. Aztán ellopták Sam bicikliét, hogy szegény gyerek teljesen kigézült, hát meg persze én is. Aztán a tetejébe meghívtam az egyik régi szerelmemet vasárnapi ebédre, és főztem egy hét nyelven beszélő spagetti bolognézét. Vártam, vártam. Aztán, amikor csak nem akart megjönni, felhívtam telefonon. Kiderült, hogy teljesen kiment a fejéből a meghívás, és hogy épp most indul meglátogatni az apját. És te mit csináltál? Hát megmondtam neki. Szóval megmondtam neki, hogy nem számít. Úgyis csak egy kis spagettit kocsvasztottam, és hát egyébként is nekem szemináriumi dolgozatot kell írnom. Aztán letettem a kagylót, elbőgtem magam, és felfaltam az egész tál spagetti bolognézét. Mondj, Jane, nem hiányzik neked egy férfi a háznál? Egyáltalán nem. Legalábbis azok, akiket eddig kipróbáltam. Hát, nem rossz lát. Nem rossz lát. Csak mert bent volt az ideg osztályom, mi? Nem volt az ideg osztályom. Nem jelent semmi rosszat. Nem jelent semmi rosszat. Én nem vagyok rossz. Na jó. Én bent voltam az ideg osztályom. Na jól van, na jól van. Rosszat. Én soha nem ártottam senkinek. Ugrálj! Soha nem ártottam senkinek. Ugrálj! Én nem vagyok rossz. Ugrálj! 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 Egy városi mademoiselle. Subduba. Még sosem smárolt senkivel. Subduba.
így szólt a férfi vászínem, használ előtt a szájvizem. Sok dubár, sok dubár, sok dubár, szubi dubár, dubár, dubár. Na. Minden rendben. Első pillanattól fogva megszerettelek, ahogy megérkeztél. Rögtön látszott rajtad, hogy te elszántad magad, neked valami sikerülni fog az életben. Te Jane, te olyan jó házból való lány vagy te. Mondd már meg, hogy normális ez? Nem. Az én németem az éjjel 6-szor mászott rám, és minden egyes alkalommal kiment, hogy megmosakodjon. Uh-huh. És elvárta, hogy én is kimenjek és megmosakodjak. Bizony Isten fel alá masírozta egész éjjel a lakásba. Tiszta őrült ez a pasas, úgy ki vagyok, hogy valami borzasztó. Csuzi, azért az igazat megvalva, szerintem ez tényleg nem egészen normális. Na. Ja, egyébként a múltkor nagyon magára haragított. Hát ne. Hát figyelj, éppen csináljuk meg minden, kezdek belejönni. Erre elélvez. Ha mondom, álljon már meg a menet velem, mi lesz? Hát engem se kell félteni, kemény egy órát gürizek, mire végre én is elélveztem. Ahányszor felemelte a fejét, mindig visszanyomtam, még lélegzetet venni is engedtem. De még most is érzem a fejem pubjától a lábam ujjáig. Olyan volt, mintha bennem kongatnák a nagy harangot. Bim bom, bim bom, bim. Na jó, szóval hónapok óta nem volt ilyen jó, nagyon jót tett. Sziasztok! Sziasztok! Ébredje, Vajole! Két napja nem jött haza a macskám. Ezt már százszor elmondtad, Bill. Különben is csak egy kicsit féltékeny vagy a pénztáros nőre, hogy ő oboázott neki. Hát azért az nem úgy van. Az ilyen addigat még az úr is kikötné a szájából. Azt mondta neki, ide figyeljen, Mr. Tisztelt Bigger, csinálja csak, mintha itt se lennék. De hülye, azért nem vagyok, hogy halálra dolgozzam magam. Ezt mondtam. Bill! Jól van. És ez csak úgy bejön ide? Ő csak Bill, ne is törődj bele. Nőszi, én beleszerettem valakibe, és most elmegyek. Ennyi volt az egész. És el is ment. Még aznap este, 20 évi házasság után, én meg emlékszem, csak ültem ott az ágyon, néztem a ruhámat, ahol lóg az ajtón, és azon gondolkodtam, hogy mit rontottam el. Az élettől így is úgy is megkapja az ember a pofonokat, felesleges, hogy még rágja is magát miatta. De én megpróbáltam boldoggá tenni Williamet. És nem álltál össze valakivel, miután elment? Ha az ember együtt él a 12 éves fiával, nem lehet olyan egyszerűen csak úgy összeállni valakivel. Miért nem? Azért, mert felzaklatná a gyereket, Josie. Jaj, angyalom, aki mindig bölcs akar lenni, az inkább meg se szülessen. Suppidupa! Megmutatom neked a házat. Na! Nézd csak! Én is mindig ilyet akartam. Másorosan beszéltünk mindig csak a házról, meg a bútorokról, pedig csupa lopott holmi volt. Anuka! Anuka! Fogytam 2,5 kilót! Hát bizony, jó férjet találni. Az se könnyebb, mint egy tűt megkeresni a szénak az alban. Nekem nagyon jó férjem volt. De leginkább azért, mert 17 évvel idősebb volt nálam. Én a kisbabája voltam neki. De anyuka, most már 5 kilót fogytam. Senki sem mondja, hogy szivárognak a csövek. Nyugi, Violet, nyugi. Majd én bemegyek a városházára, és majd én beszélek a gondnoksággal. Van ott egy fiatal, nagyon helyes tisztviselő, azzal majd biztos szót értem. Honnan tudod, de azt olyan biztosan bír? Lehet ám azt tudni, hogy melyik felén van a kenyér, meg vagy a szoba. Anuka, anuka, nincs jól. Azt mondta azért, én jöjjek el, egyedül jöttem. Jól van, dám, jól van. Már komolyan kezdtem félni. Aztán azt mondta, feküdj az ágyra, mondom, eszem ágába sincs, na akkor durrod a vágot. Úgy fáj, hogy valami borzasztó. Miért van az, hogy én mindig a bal oldalra kapom? De azt mondják nekem, hogy miért fogadtad vissza? Nekem azt szokta mondani anyám, hogy ki ne üsd a piszkos vizet, amíg tiszta vized nincsen. Miből fizessem ki a számláimat, mi? Az ilyen nők, mint te, könnyen vannak, megengedhetik maguknak, hogy férfi nélkül éljenek, de én nem. Én 15 éves voltam, amikor hajnalba takarítani jártam anyámmal, és 16, amikor gyereket szültem, amikor te még iskolába jártál. Nekem elegem van a szegénységből.
Tudjátok, mit hozott ma reggel a posta? Számla. Évé részlet. Csak tudnám, mi a francnak küldözgetik ezeket a számlákat, amikor csak az idegeim mennek tönkre tőle, hogy töröm a fejem, hogy fizessem ki, miközben nincsen senkim. Úgyhogy visszafogadtam a németemet. Egyszer még megfojtalak, ezzel kezdte. Aztán persze megdugott, de nem esett jól. Úgyhogy amikor elment, elővettem a vibrátoromat. Csazi! Jó! Muszáj volt! Hát esküszöm, olyan feszültség volt benne, mint egy rugó tekernének a tarkomban. Olvassál! Azt mondja nekem, könyveket! Lehet, hogy igaza van, hogy olvasnom kéne meg művelődni, de hát én nem akarok könyveket olvasni, én lenni akarok valaki, aki csinál is valamit. Ha most megdöglök, csak az lesz a sírkövemre írva, hogy jól tudod kefélni. És én nem akarom, hogy annyi maradjon utánam, hogy jól tudod kefélni. De tudod, hányan vannak, akik után még ennyi sem marad? Amikor az első gyerekemet szültem, emlékszem, a nővér azzal jött oda hozzám, hogy ébredjen anyuka, kisfia született. Sosem felejtem el, micsoda boldog borzongás fogott el erre a szóra, mert ha bár én csak egy nő vagyok, egy férfinak adtam életet. És számomra akkor ez volt a legnagyobb dolog a világon. Tudod, Nancy, nagy dolog ez minden nő életében, az első gyerek. Igen. Egy darabig igazán nőnek éreztem magam. Csak hát... A házasságom jó részt arról szólt, hogy megpróbáltam olyan, mint a feleség lenni, aki mindig mindent úgy csinál, ahogy elvárják tőle. Még az ágyban is. És az soha eszembe sem jutott, hogy esetleg én is elvárhatnám azt, ami viszont nekem kell. Te soha nem mondtad meg, hogy mire van szükséged, hogy neked mikor jó? Egyszer megpróbáltam. Ne idegesítsi most ezekkel a dolgokkal, drágám, anélkül is van éppen egy bajom. Ha nem kellett volna hagyni, hogy lerázzon. Miért nem kérdezted meg tőle, hogy mi vagy te, férfi vagy, vagy puha pöcs? Nem, 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 n